Nem olyan régen idősekkel volt tele a Csengely Kulturális Központ könyvtára a nappali ellátó kiállítás megnyitóján. Ma a fennálló veszélyhelyzetben az idősek otthonok biztonságában tartózkodnak, és a kulturális központ is zárva. A csengei munkatársai otthonról dolgoznak, a napokban fotomontázsal jelentkeztek közösségi oldalukon. Intézményünk is valamilyen formában csatlakozni szeretett volna a Maradj Otthon kampányhoz. Készítettünk egy fotomontást, melyen a munkatársak közül 19-en üzenetet fogalmaztak meg a látogatók felé. Ezen a fotomontázson is utaltunk rá, hogy több játékkal is készülünk, addig, amíg vissza nem térünk a régi kerékvágásba. A felhívás neve Kultúra Karantén. A játék hetente jelentkezik a csengei Facebook oldalán. Az első feladat neve Maradj Otthon, hallgass zenét. 10 a helyzet hangulatához kötődő dalrészletet adtunk meg, melyek címét és előadójának nevét kell megküldeni az infokukat csengei.hu e-mail címre. A szerencsés nyertes nevét április 15-én közzétesszük a csengei Facebook oldalán. A második játék megjelenése április 17-én pénteken várható színházi témában, a harmadik játék a versekhez, a negyedik pedig a képzőművészethez kapcsolódik majd, de a szervezők szeretnék figyelembe venni a játékosok igényeit, észrevételeit is. A nyeremény úgy lesz majd, hogy ugye visszatérünk a régi kerékvágásba, akkor fogják megkapni, terveink szerint mozi, egy színházi, egy könyvcsomag, ajándékcsomagok, ilyen nyeremények lesznek, de most egyelőre csak a nyertest értesítjük, hogy ő az első heti nyertes, és az ajándékot pedig majd akkor fogja megkapni, amikor már tudjuk, hogy újra nyithatunk és újra dolgozhatunk. A csengei munkatársai, bár le kellett mondaniuk a tervezett programokat, továbbra is ötletelnek, a háttérben tevékenykednek, így szeretnék tartani a kapcsolatot a látogatókkal, mondta el Kis Fodor Melinda.